Sziasztok, srácok! Jaj. Oké. Siker? Siker. Szóval, azon gondolkodtam, hogy hogyan tudnék keresni arany kókuszdiót. Ó, hát mangó nőtt ide! Akkor ezt gyorsan be is gyűjtöm, illetve hát ezt a két dolgot, ezt eltüntetem, hogy tudjon nőni itt a dolog, és hoznom kellene hagymát, mert hogy ugye az a következő feladat a béka királyhoz, de első körben ellátogatok Leónak a kunyhójához, ugyanis az ott lévő fát kell egy baltával megütnöm. Na most nem tudom, hogy melyik fáról van szó pontosan, de hogyha odáig eljutok, akkor biztos, hogy egyértelmű lesz. Legalábbis én ebben reménykedem. Vágy, aranydió, köszönöm. Na de várjatok, nekem kókuszdió kellett volna. Mindegy. Akkor beszélek Leóval. Mikor nap mérges, akkor jó érzés a dzsungelben lenni. Nap nem találhat meg minket a levelek alatt. Átverjük őt. Haha. Ez itt mi? Valami a napló oldalaiba rejtve. De mi van a napló oldalaiba rejtve? Mert hogy itt van a titkos jegyzet, és ez a napló darab. Ezt gyorsan átolvasom. Hát az a helyzet, hogy nekem nincsen meg a második napló darab, szóval azokat is jó lenne megtalálni. Amúgy itt szét lehet valamit verni, vagy nem? Ó, ide kéne hoznom egy banánt a banán palántámról, és akkor biztos kapok valamit, mert hogy ott egy út meg fog nyílni. Na várjatok, nekem még nincsen banánom, mert nem ért meg. Aj, nem hiszem ám. Pedig ez a következő, amire nagyon rá fogok feszülni. Szóval, amit szeretnék itt, az az, hogy a kókuszfákat, vagy kókuszdiófákat, nagyon sokan vagytok, azokat szépen mindent kivágom. Hát a kapok arany kókuszdiót. Hát eddig se kókuszdiót, se arany kókuszdiót nem kaptam. Szóval ez eléggé szomorkássá varázsolja a hangulatomat. Jó, hát ez nem jött össze, mindegyikben sima kókuszdió, mindegyikben, hát ahányban volt, abban sima volt, szóval ez sajnos így nem megoldás. Birdivel egy kicsit beszélgessünk már, hát ha bármikor émelyegne a gyomrod, egy kis gyömbér csodákra képes, kedvesem. Jó. De akkor én elmegyek és keresek még. Hát, ha találok ilyen fát valahol. Ide meg 100 kell! Hogy összesen 100. Nocsak, nézzenek oda, hogy ki jutott be a titkos diós szobámba. Úristen. Oké. Én azt hittem, hogy összesen kell 100. Mármint, na mindegy, értitek? Le vagyok nyűgözve. Habár csak a diók egy részére volt szükséged, hogy teljes hozzáférés nyeri a szigetre, de úgy döntöttél, hogy tovább küzdesz. Olyan erős akarattal akartod kinyitni ezt a titkos ajtót, hogy mindent megtettél, hogy bejuss. Ez a hajtóerő az, ami különlegessé tesz téged, kölyök. Nagyon különleges energiával rendelkezel. Wow! Ezek után, ugye nem gondoltad, hogy itt véget ért a kihívás, ugye? Nem, ha-ha-ha, sőt, még csak most kezdődik. Oké, és mi a feladatom? Tőled balra látható egy tábla, rajta nagyon érdekes lehetőségekkel nem tudok olvasni. Ezek a kihívások, amiket csak neked készítettem, tesztelni fogják a korlátaidat. Hát ez szuper csúcs. Ha képes vagy sikeresen teljesíteni a kihívásaimat, akkor kapsz egy exkluzív fizetőeszközt. Én ki drága köveknek nevezem őket. Csak ne vedd őket a szádba, kölyök, nagyon radioaktívak. Hát ez igazán furcsa. A tőled jobbra lévő eszközzel ezeket a drága köveket ritka és erős jutalmakra cserélheted. Ennyi? Érdekesnek hangzik, nem, de? Igen, gondoltam, hogy egy hozzád hasonlónak nagyon fog tetszeni mindez. Nos, ha megbocsájtasz, fontos üzletelni valomban. Wow! Hát ez eléggé szkifise sikeredett. Oké, okay, hello. Tiszta akaraterőből jutottam el odáig, ahol most vagyok, kölyök. Tudod, az elme egy nagyon erős eszköz. Sőt, ez a lehető legerősebb eszköz a való világban. És azon túl is. Jó, ezt még egyszer meghallgathattuk. Tehát ez mi? Junimo láda 2, Lósi. Pierre hiányzó, készletes listája. 50 darab ki, drágakő. Adagoló. Dúsító, nagy szó... Micsoda? Úristen, mennyi új dolog van itt! Jó, na várjatok.
Lósíp. Ezt a sípot használva megidézheted a lovadat, csak a kültérben használható. Wow! Ez nagyon menő. Igen, adagoló. Az ebbe helyezett tárgyakat automatikusan betölti az előtte lévő eszközbe. Dúsító. Helyezd egy öntözőre, és rakj bele trágyát, hogy automatikusan felhasználja azt, mikor magvakat ültetsz a közelben. Nagy szórófej, helyezd egy öntözőre, hogy megnöveld az öntözési hatótávot, lebontó, megsemmisíti a barkácsolt tárgyakat, megtartva a legértékesebb alapanyagokat. A város kulcsa! Segítségével a város bármelyik épületébe bejuthatsz a nap bármely szakaszában. A király, galaxis lélek, kovácsolj 3 darabot egy galaxis fegyverbe, hogy elérje végleges formáját. Gombafa magvak. Gombafa, mágikus csali, bármilyen szezonból, időszakból vagy időjárásból származó halat kifoghatsz, bármilyen típusú vízbe is dobod. Fűszerkeverék, bármilyen ételt rendkívüli szintre emel, főzéskor automatikusan felhasználódik. Egy kalap, vizes menedék, nehéz csapoló, juhar, tölgy vagy fenyőfára, várd meg, hogy tárolója megteljen. Kétszer olyan gyors, mint a hagyományos csapoló. Hűha, ez itt mi? Cica, tökéletesség mérő, leszállított termés és gyűjtögetés, 68% farmon lévő obeliszkek 0, aranyóra a farmon nincs, szörnygyilkos hős nincs, remek barátok 38, gazda szint 25/25, minden csillagoló begyűjtve nem, elkészített recept 40, barkácsoter 40, kifogott halak 80, begyűjtött aranydiók 103 per 130, akkor még van egy pár. Jó, és ez itt mi? Kék konyhája, szállítsa 100 000 G értékű frissen főzött tárgyat, hogy mi? Bocsánat. Ki babokat rejtettem szét a világban, találd meg, ültesd el és termeszd őket, majd határidőn belül szállítsa 500 darab ki gyümölcsöt. Wow, de várjatok, milyen baba az? Hát valami támpontot kéne, hogy kapjak, mert ez így most eléggé sok, így. Itt szó szerint sok és sok hatás alatt vagyok. Hát 100 000 G értékű, tehát nem tudok, de ez 13 napon van. A babó, mi az a kibab? Aha, na hát néztem róla a képet, ez ilyen kék bab. Nem tudom, hogy ez pontosan hogy kell elképzelni, de ezt most nem tudom elfogadni, hiszen ugye kell keresnem babokat szerte a világban. Nem tudom, hogy mennyi idő alatt készülhet el. Hát ez durva. Hú! Hát ennek most nagyon örülök, de igazán meglepett. Nekem még ugye az utolsó kókuszdió kellene, de hát ezek után, gyerekek, ez tényleg wow. Ez egy wow. Na jó, itt folytatom akkor a fák kivágását. Hoppá, egy bejátszás, hát ez akciódús egy rész. Jaj. Bocsánat. Igen. Nehéz visszaemlékezni, hogy milyen beszélni normálisan. Most akkor úgy egész normálisan beszélt, jaj. Azt gondolod, hogy fura vagyok, ugye? Egy kicsit, de megszoktam már egyáltalán, nem? Hát egy kicsit, de megszoktam már igazából. Köszönöm, én is megszoktam. Oké. Na, valami szép bejátszás. Néha azon tűnődöm, hogy milyen más lenne az életem, ha nem sodródtam volna erre a szigetre. De te jöhetsz velem. Senki nem tart itt. Odahaza nem igazán törődtem a madarakkal, sose gondoltam arra, hogy meghallgassam azt, amit mondanak. Milyen mély és bölcs gondolatok és sztori. Azt hiszem, ez normális. A normális gyerekeknek. De! Azon gondolkozom, vajon mit mondhatnak a normális gyerekek rólam. Hát semmi jót az a baj, nem mint valószínű, bár szerintem amúgy nem plegykálnak rólad. Szerinted lehetek még normális gyerek? Így is normális vagy? Amúgy igen, miért ne lehetnél? Nem talán, ez milyen kedves. Azt hiszem igazad van. Habár mivel ezen a szigeten éltem, így sok olyan tapasztalatot szereztem, amit normális gyerekek sose kapnának. Ez igaz. Ez teljes mértékben igaz. Ha nem lennének a papagájok, ki tudja, hogy mi történt volna velem. Örülök, hogy találkoztam velük, mindig is a családomként tekintettem rájuk, akkor is, ha ez kissé furának tesz engem. Furává, nem? Furává tesz engem. Mindegy. Értem a lényeget. Minden esetre köszönöm, hogy beszéltél velem, Aida. Nincs mit. Talán egy napon te is a családunk tagja lehetsz. Hehe.
te kedves. Tessék, hadd tanítsa meg neked azt, hogy hogyan kell papagájnak azt mondani, hogy játszunk. Mondani. Á, ez a játszunk? Érdekes, érdekes. Nem tudtam, hogy tudok ilyen hangot képezni. Itt mi van? Arany kókuszió, 10 kókuszió kell hozzá, nekem egy van. Várjátok, kókuszióból nem tudok én ültetni, vagy esetleg magot készíteni? Nem tudok. De miért? Na, hello! Köszönöm, és akkor egy marad. Jó. Baráncseme, tehát az már van. Banán lenne a következő üve. Na jó, akkor szerintem én a következő nap visszajövök, illetve ugye hagyma kellene még nekem. Szóval az a legfontosabb, hogy akkor azt... Ó! Oh! Azt szépen visszahozzam a szigetre. Aranyérc. Igen, menjünk haza. Ma a gyömbér szigeteken lévő bárban fogok dolgozni, de ez nem akadályozhat meg abban téged, hogy vásárolj valamit. Mi a fene? Hát akkor egy tortillát veszek. És mi ez a G? Mi ez a G? Váááá! Mi ez? Úristen! Illetve azt mondtátok nekem, hogy ezt a Unimo dolgot, ezt inkább ide középre kellene behelyeznem. Na most ugye ezzel az a gond, hogy egyelőre ez nem így van kiépítve sajnos, és nem szeretném tönkretenni itt a veteményesnek a jelenlegi helyzetét, amúgy ez az. Ez az új hagyma szerintem. Na most várjatok itt. Ez nem, ez fokhagyma. Hú, ne szórakozz velem. Na, 17-e van, megvárom itt ezt a kis iridiumot, és akkor nagyon gyorsan kitalálom, hogy melyik hagyma kell, mert nem tudom. Ó, és elfelejtettem el megnézni a gyerekemet, ez mióta van. Hello! Még egyszer! Jó! Horgászati info, figyeld! Köszönjük, hogy benéztél a Horgász a Pászban című műsorunkban, haver, kissé szerencsétlen a műsor neve, de biztosíthatunk téged, hogy a lehető legpontosabb információval szolgálhatunk neked az idei szezon horgászati lehetőségeiről. Tavasz! Oh, ez de menő szardella, kisszerű sügér, ponty, harcsa. Naphal, hering, angolna, lepényhal. Úristen, ez nagyon menő. Jövendőlés. Ez eddig nem volt. Megnehezítsék, hát ez nem jó. Ó, oh, itt a férjem is. Hé, kérsz kávét? Igen. Nekem kellett egy kicsi, egy rémálomban ébredtem fel. Á, macska! Mi a fene van veled? Úristen. És nem tudtam visszaaludni. Ó, nice. Akkor ezeket szépen összeszedem. Oké. Okay. És akkor majd belerakok valami mást. Ezt pedig el is adhatjuk. Uha. Csillaggyümölcs legyen. Igen, első körben. Jó. Hát nagyon sok hely van. Tök jó. És akkor szeder, ananász, vörös áfonya, kókuszdió. Kókuszdió? Komolyan? Jó, mindegy. Ezért nincsen nekem kókuszdió. Bort készítek belőle. Szórd el a kekhordókra, kemencékre vagy egyéb eszközökre, hogy azonnal megszerezd a bennük készülő terméket. Tündérrózsa kell hozzá és gyémel. Nekem van tündérrózsám, nem? Próbáljuk már ki. Na, erre nagyon kíváncsi leszek. Ja, és akkor a sajtokat is leviszem. Ha már így van. Ja, és ezt is el tudom adni. Ezt adjuk el. Jó. Na, erre kíváncsi vagyok. És még egyszer rászorom. Hagyj már! Hagyj már! Oh, ez nagyon menő. Ja, de ez így ezüst lesz. Akkor várjatok, akkor inkább így csinálom. Aszta! Hát ez is sokkal gyorsabb! Ne! Úristen, ez zseni! Hát ezzel sokkal... Na jó, kell ilyen tündérrózsát ültetnem. Azon nyomban! Azon nyomban! Jézusom, ez nagyon menő! Úristen! És én erről eddig miért nem tudtam? Nem néztem rendesen utána. Atyavilág! Ez nagyon jó! Ez nagyon jó! Ez nagyon jó! Na! Megint van mangó, király! És mi a helyzet a banánokkal? Na, ezeket szépen begyűjtöm, és akkor ennek a helyére el tudom a fokhagymákat ültetni. Most arra van szükségem. Jó.
Jó, és akkor ezeket is meg szépen mellé elültettem, de hol van a fokhagymám? Itt van, köszönöm. Jó, na, egy, kettő, három, négy. Még van időnk, közben azt néztem, hogy is mindig van. De igazából, de hülye vagyok, hát persze, hogy van időnk, hiszen itt örökké nyár van. Jó, akkor nincs gond. Akkor még, jaj, ezeket kéne, na várj, inkább így. Ez mi? Jaj, tele a tárgymenü. Mindegy is. Meg vagyunk mindenhol. Annyi, hogy szerintem én, nekem van öntözőm. Ha minden igaz, szóval gyorsan meglesem. Aha. Méghozzá, jaj, 19, szóval. Hát igen. Ó, Clinthez nem mentünk el. Na mindegy, akkor még egy napot rászánok. És azon gondolkodom, hogy szerintem én majd a következő részben fogom ezt folytatni, és akkor kiderül, hogy mi van abban az egy arany kókuszdióban, és úristen, 32.832 bevétel jött, ami azt jelenti, hogy megint 90 ezer környékén lehetek, úgy bevételben, hogyha jól számolom. 94 ezer, pontosan! Hát srácok, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet és azt, hogy velem tartottatok a mai részben, szerintem nagyon izgalmas a sikeredet, és hát alig várom, hogy a következő részben kiderüljön, hogy ebben az arany kókuszdióban benne lesz az utolsó csont, amire nekünk szükségünk van. Lehet ez majd akkor kiderül. Én Ajda voltam, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, vigyázzatok magatokra!